A mai játékunk az Adventure Capitalist lesz. Úgyhogy, hát akinek esetleg nem jött volna be a Cookie Clicker, azt mondtátok, hogy ez, na ez még az, amire rá lehet függni. Mint látjátok, egyetlen egy percet játszottam vele 2016. június 24-én. Nem tudom, hogy történt, de itt van. És hát megnézzük. Ez arról szól egyébként, hogy hát limonádé vagy citromárus vagy, és megrengeted a piacot. Állítólag nagyon jó. Úristen, hát én azt szeretném, hogy fantasztikus legyen a grafikája, az egyes diszpléjen jelenjen meg a lehető legnagyobb felbontásba. Még kontrollerrel is lehet nyomni. Mi a manó? Akkor azt hiszem, én most elkapcsolok más csatornára, mielőtt ezzel is elkezdek játszani. Ennyire sikeres voltam a Cookie Clickerrel? Na, tehát ahogy azt mondtam, srácok, ott vagyok, az ott én vagyok, és citromot kell csinálni. Nem, citromot adunk el. Egyetlen egy citromot adunk el. Nem tudom, hogy nincs valami tutoriál, vagy most amúgy mit csinálok. Klikkelek a citromra, az jön a pénz. Az jó. Jó. Aha. Nem tudom. Srácok, én nem tudom. Nem tudom, mi az, amit itt látok. Jól csinálom ezt a játékot? Veszem a citromokat. Nem, gyártom a citromokat. De hogy gyártad? Na mindegy. Szóval, hogy egy kereskedő vagyok, és adom el a citromokat? Értem. Tudok venni is citromokat. Szorzót tudok venni, hogy többet tudjak gyártani, hogyha jól értem. Így van. Aha. Jó. Megvan, srácok. Most már 10 citromot gyártok. Jó. Világos. Felesszük a bizniszünket. Belevághattam volna itt az újságpapír kihordásba is. Jó, várjál, én 20 citromot szeretnék gyártani. Na, ott van, srácok, van 100 dollárom. De kíváncsi vagyok, hogy mi lesz akkor, hogyha az ott feltöltődik. Easy squeezy. Kétszer akkora lesz a profit. Én nem látom, hogy kétszer akkora lenne. Azt írja, azt kamuszták itt. Jó, mindegy, belevágunk, srácok, üdv mindenkinek. Belevágunk az újság kihordásba. Na nézzük. Egy újságot kihordunk, ha ez már sokkal lassabb, 60 dollár. Az amúgy elég menő. Egy újságot kiviszel és 60 dollárt fizetnek érte. Szép jó reggel, csacok. Na hát ez a legjobb biznisz. Kocsi mosás 720 dollár. Az ott mi? Ja, hogy 2 másodperc, értem. 2 másodperc, amíg kiviszünk egy újságot. Na, srácok, én bele akarok vágni itt rögtön a kocsi mosásba. Na hát ez 720-ba került. Ez a biznisz, a kocsi mosó biznisz 720-ba kerül, de egy kocsi mosás 6 másodperc alatt 540-et ad nekünk. Bikinis mosás, igen. Úristen. Very big money. Azt mondja, elfáradtam abból, hogy gombokat nyomogatok. Véreljünk fel egy menedzsert. Mehet. Van itt nekünk Cape Johnson, és van Perry Block.
Na hát, Cape Johnson $1000 futtatja nekünk itt a limonádés standunkat. Angyalokból is lehet venni. Az angyalok, gondolom, az a real money-s dolog, ugye? Ugye? Tehát valós pénzért vehetsz angyalokat, ugye? Tehát, hogy létszi azt, hogy mondjátok azt, hogy ez real money-s dolog. Na jól van. Hopp, már ott jön a pénzünk. Oda néz. Klikkelget nekünk Cape Johnson. Az angyal a reset karrier, ó, pedig azt hittem, hogy belevitték. Jól van. Azért szerencsére lehet venni real money-ért goldot, meg szorzót. Jó. Azért egy kicsit megnyugodtam, hogy lehet ilyeneket csinálni. Angyalok az újraindításkor vannak, aha. Az olyan, mint az aszkendálás, aha. Na, mert akkor kocsimosás, jön a pénz, szépen lassan. Vegyünk már még egy menedzsert. Újságpapír kihordó, az 15 000. Jó, hát akkor először pizzás. Igen, az a New Game Plus, világos. Na, szóval szeretnék belevágni itt a pizza kiszárító bizniszbe. Aha. Na. Majdnem 10 000 dollár volt a pizza kiszállító biznisz, de egy pizza 4320 dollár. Oh, very big. Az a jó, hogy itt közben lehet mindegyikre klikkelni. Kivéve a citromra, mert azt már csinálja nekünk a menedzser. Szóval ezeket lehet klikkelgetni, ameddig nincs menedzserünk. Ez tök jó. Amúgy megnéztem, tavaly óta van a hivatalos verziója a Cookie Clickernek, de már 2019 óta lehet csapatni bétába. Na, azt szeretném, hogyha egy menedzser, úristen, 100 000-ért mossa, mert hogy futatja a kocsi mosó bizniszt. Nem tudom, de tudsz iskolát, hogy bárkit, aki megtanítana a stream kezelésbe, aki próbálna magam? Rengeteg segítség, meg ilyen guide van az interneten. Hát a rákászhajó. Belekezdhetünk a rákászhajózásba. Mint a Forrest Gumba. Jézusom, a rákász, hát milyen messze van, mert... Ja, mert hogy előtte még a funk shopot kell megcsinálni, jól van. Jó, ez messze lesz, srácok, az 100 000 dollár a funk shop. Mit lehet itt még csinálni? Jól tudok kinézni. És mindegyik cucc, amit magamra aggatok, különleges boostot ad. Értem. És ahogy látom, set bónusz is van. Értem. Badge-eket is lehet szerezni. De még nincs badge-ünk. Az majd gondolom később lesz. Meg lehet venni is. Jézusom! Hát ilyet nem akar, az bénán néz ki. És de nincs másik. Ez szomorú. És lehetek nő is egyébként, mutatom mindjárt nektek. Srácok, lehettek nők, vagy esetleg férfiak, hogyha esetleg ilyenen agyalnátok. Statisztika. Ott van. 45 000 dollár. Ajaj. Itt is több karrier van. Föld, Hold, Mars, meg Event. Ezek már a durva
Mi az Idol játékok, ahol már több karriert csinálhatsz egyszer, mint az Idol Miner. Úristen. Nem lehet sajnos férfi és nő egyszerre. Sajnos ki kell, hogy ábrándítsalak titeket. Egyszerre nem. 100 000 a következő menedzser. Jó. Állok. Milestone-okat elérünk, akkor kapunk bónuszokat, értem. Jó. Gondolom 50-esnek kell lenni a limonádést annak. Úgyhogy veszünk. Most akkor ez jó. Ja, hogy instant csinálja a citromot, vagy most nem tudom, mit kell nézni. Ezt meg kell értenünk. Kétszer annyit ér, ez most micsoda, srácok? Most mi az, amit... Most mi az, amit elértem ezzel a citromos, azzal, hogy 50 standom lett? Gyorsabban és nagyobb szorzóval csinálja. Persze, mert ha van, amikor napokig kell várnod, addig se játsz mással. Ja igen, igen, azért mondom, hogy ez a durva. Ennyire jó a zene? Lejjebb vigyem egy kicsit? Tessék. Minél több citromból... Ja, aha. Kétszer annyi pénzt ad. Az a helyzet, hogy ez már fel se tűnik. Na jó van, srácok. Már nincs messze egyébként a Funk Business. Úgyhogy veszek ilyen pizzás dolgot. Egy pizza 30 000 lesz? Mármint, hogy ez igazából 7 pizza. Igen, igen, ez is ilyen város játék, Sakura. Üdv mindenkinek közben. Tehát 7 pizzát adunk el a 30 000-ért. Fúj, ez napról napra egyre quality content. Ezek nagyon jó játékok, Szati. Amúgy ezekhez vannak guide-ok, hogy miből mennyit kell, milyen sorrendben, hogy a leggyorsabban legyen meg az elején a progress. Komolyan? Mikre rá nem mennek az emberek? Egy fánk 51 000. Mehet. Ez az. Szeretnék eladni 9 kocsit. Mármint, hogy kocsimosást. Szervusz, Crazy Cat. Jó. Hát ki hogy szereti játszani ezt a játékot, srácok? Lehet, hogy valaki guide-ok alapján. Jó. Na, veszünk egy menedzsert. Ő futtatja itt a kocsimosó bizniszt. Jó, 10-et. Tök jó egyébként, hogy a következő upgrade-ig meg az összeset is meg lehet venni. Ez tök jó, hogy ilyen gombok vannak itt a jobb felső sarokba. Figyelj, lovacska! Az inkrementális játékok, az idle játékok, azok úgy néztek ki régebben, hogy ilyen ASCII-s weboldalt néztél, vagy esetleg konzolban nézted, ahogy nő egy szám, vagy nő több szám. Szóval ez a műfaj, ez ilyen. Na. Szeretném, hogyha 100 000-et termelne itt a Funk Businessünk. Nagyon jó. Úristen. Úristen, very big. 100 000-et hozott a Funk Business. Hát egyre nagyobbak a számok, srácok. Egyre nagyobbak. Nehogy a végén rákásszunk. Aha, vannak ilyen investorok, angyali investorok. Igen, igen. Akkor ez lesz a rezetelés. Jó, hát ilyet nem csinálunk még.
minél több pénzt költünk, annál több befektetünk lesz. Our modest fellowship expands. A new subscriber arrives. Praise the sub. It fills you with determination. Valami nem jó itt a háttérben, srácok. Our modest fellowship expands. Praise the sub. It fills you with determination. Valami itt nagyon behalt nálam. Elnézést. Our modest fellowship expands. Subscriber arrives. Én sejtem is, hogy mi halt be, de hogy ez így nem jó. Valami a háttérben. Our modest fellowship expands. Subscriber arrives. Jézusom. 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 Our modest fellowship expands. Praise the sun. Honnan jössz? Hagyd abba! Abbajta. Returned. Ez nagyon érdekes. Szerintem az OBS egy kicsit megkettyent. Az OBS egy kicsit megkettyent, srácok. Az OBS egy kicsit megkettyent. De miért? Egy pillanat türelmeteket kérem, srácok. Na. Most már jó. Remélem, hogy jó lesz. Leállítottam mindent, amit csak lehet itt a háttérben. Nem tudom. Valami OBS hiba lehet, srácok, mert... Ez micsoda? Mi ez a hang? Haló? Csúcsú! Jézusom! Mi volt ez a hang? Na! Most már nem lesz gond. Nem tudom, srácok, hogy mi az, ami itt megőrült, de nagyon-nagyon szépen köszönöm Migiri az ötös feliratkozás ajándékozást. Jézusom! Szerintem most már helyre raktam, skacok. Szerintem most már helyre raktam, úgyhogy nem lesz gond. Köszi szépen egyébként, hogy lehetővé tetted Nixinek a 10. hónapját, Fabiulusnak az első hónapját, Free-nek a 83. hónap, mint hogy Free 83-nak az első hónapját, nem tudomnak, Die Hardnak szintén az első hónapját, illetve Zsiványi, neked is nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, a 16 hónapot üdv újra étköztünk, ilyennek köszi szépen a 100-as csírt. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Migiri, neked az 510-eset, az unikornisosat, Sophie szintén köszönöm a 100-as csírt, Buldi, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a bugizós is 100-as csírt. Most már jók az alertek. Valami az OBS-be bekattant, nem tudom, mi volt, de most már sokkal jobb. Zsiványi, neked is nagyon szépen köszönöm a 3. feliratkozás ajándékozásodat itt a csatornán. Köszi szépen, hogy Gangstév első napját lehetővé tetted. Beregjenek azok a bizonyos szvegek. Valaki iratkozzon fel tesztként. Már jó. Már nem kell tesztelni. Köszi szépen egyébként, hogy közben beindítottátok a hyphonatot, és a második szintet már meg is valósítottátok. Köszi szépen, srácok. Na. Akkor folytatjuk a Funk Business-nél tovább. Úgy, srácok, pergessétek a szvegeket. Azért csak nyugodtan, mert még csak az ajándék hangot ellenőriztük. Így van, a Tier 2, Tier 3 még nem lett letesztelve, Lianna. Ezt nagyon jól látod. A new subscriber arrives. It fills you with nagyon szépen köszönöm, Migiri, a támogatásodat. Ez a név... Kegmeier örök kedvenc. Srácok, pergessétek Migiri-Migirinek a
szövegeket ismét. Na, mindjárt belekezdünk a rákászatba. Köszi szépen, skacok. Megijedtem, hogy mi történt itt az előbb, hogy kétszer is volt alert, de hát... OBS. Azt mondta az OBS, hogy most kétszer lesz hang. Na szóval, rákászat! 622 ezeret nyomott egy rákászat, és ez már másfél perc. Ez már durva cucc. Úgyhogy hát a pizzát is fel kéne futtatni, vagy legalábbis följebb kéne futtatnunk. Meg ahogy látom, az újságpapírral is kéne foglalkozni. Aha, tehát kétszer gyorsabban ad profitot az újságpapír. A citrom is. A kocsi mosás is. Ezek peregjenek csak így. Oké. Édes Istenem! Van, aki ebből csinált emotot. Nagyon jó. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub. Zsiványi, köszi szépen a feliratkozás ajándékozásodat, méghozzá a negyediket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen, hogy ezzel a miniszternek a 8. hónapját tetted lehetővé, mint feliratkozott vadász. Srácok, eregjenek azok a szövegek ismételten. Sophie, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen a partizós százas csírt. Bianna, neked is. Köszi szépen a... Jézusom! Migiri, az a helyzet, hogy kipróbálta, hogy most már akkor jó lesz-e valóban ez az ötös feliratkozás ajándékozás. Úgy néz ki, hogy működik. Praise the sub! Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nos, mik történtek itt? Tehát Doki, Balfa, Trosz, csak egy lov, The Pozsi és Potétó első napját tette lehetővé ezzel. Köszi szépen a támogatásodat. Srácok, beregjenek azok a bizonyos szövegek, és Szenzor, neked is nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Srácok, ne kíméljétek a csetet a szövegeitekkel. Hergessétek! Our modest fellowship expands. Kezdve itt, ahogy látom, párszor megborult a vonat. Már nekem, megmondom őszintén, még így is tetszik a vonat, hogy néha megborul. Természetesen jobb lenne, hogyha végig tudna menni úgy egy high vonat, hogy normálisan, de hát ez ilyen kis biggy-bugi. Túl sok támogatás jött, és megborult a vonat, így van. Ez történt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, skacok. Úgy látom, hogy ezzel egyébként a negyedik szintet is teljesítettük. Na, egyébként közben már ott tartunk, hogy elképesztő sok pénz jön házhoz. Már két rákot adunk el. Fánk bizniszt is egy kicsit feljebb nyomjuk. Elképesztő módperek, srácok. Elképesztő módperek. Veszünk mindenből egy kicsit. Már az a helyzet, hogy inkább úgy kéne, hogy next. Úristen, most 4 dollárért vehetek 55 goldot, meg egy háromszoros szorzót. Úristen, nagyon forró. Ez most nagyon forró. Nehogy rányomjak véletlen. Nagyon akciós. Szevasztok közben. Köszi szépen a követéseiteket is. Next, meg tudjuk venni a nextet. Az 40 millió, akkor azt nem. De tudunk upgrade-elni. 250-ért vehetünk egy olyan upgrade-et, hogy a citrom még többet adjon. Jó, hát igazából adjon.
meg az újságpapír is adjon háromszoros profitot. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Illetve az áthajtós mosás háromszoros profit. Jó. Csak úgy veszik itt az upgrade-eket. És közben Stallone is veszi itt az upgrade-eket, méghozzá a feliratkozott vadászos upgrade-eket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, Stallone. Skacok, ismét toljátok teli szvegekkel a csetet. Na, a pizza bizniszt megtoltuk egy picit. Meg a fánkosat is. 10 fánkot adunk el 518 ezerért. Nagyon régóta nézem a munkásságot, nagyon tetszik, és nagyon-nagyon tisztellek érte, ideig sajnos nem tudtak támogatni, de remélem, amikor Rocky kocsival fogsz közlekedni, akkor is nyomni fogod. Nem tudom, srácok. Meglátjuk, meglátjuk. Én élvezem ezt a streamelését, úgyhogy addig mindenféleképpen nyomom. Meg ameddig van, kinézzen természetesen. Most jött egyébként a pro tip, hogy esetleg többet is vásárolhatok valamiből, de nem akarok ezt, mert én felfedeztem korábban. Köszi szépen amúgy, migiri, migiri, migiri. Nipple Light, köszi szépen a 150-es csírt. Köszi szépen a támogatásodat. Ezzel te lettél a csírvonat vezető? És mennyit kaphatunk vajon? 1,8-at? Vagy így nyomtam egy bájt. Aha. Miközben adom el a rákot, és közben fejlesztek, akkor annyit kapok, amennyi a fejlesztés. Wow! Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub. Nagyon-nagyon szépen köszönöm egyébként, Willi, a támogatásodat, a 113. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy ezzel Mechaniknak az egy éves feliratkozott vadásságát lehetővé tetted. Srácok, ismét peregjenek azok a bizonyos szvegek. Hát nincs szünet itt a szveg vonaton. Nagyon szépen köszönöm. Csúcsú, meg sihuhu, sihuhu. Én most egy ilyen, nem is tudom, ebet kaptam. Feleségem annyit játszott ezt PS-en, hogy hánynom kell a zenéjétől, akárhányszor meghallom. Ne haragudj, Jackie, sajnálom. Képzeld, itt egy nap este 8-ig kattoltam a cookie-t, aztán nem tudtam, mit jelent, rányomtam egy legacy gombra, és lenullázta az egész játékot. Igen, az, azt hiszem, azt csinálja Nipple Light, hogy előről kezded, de kapsz ilyen bónuszokat. Az az ilyen, hát az a New Game Plus, ahogy Fleti is mondta. Azt szerintem azt csinálja. De én csak olvastam, nem vágom. Na, veszünk Jim Thorntont is. Hát őt nem nagyon látjátok. Na, szóval, hogy ő Jim Thornton. Ő fogja futtatni itt nekünk a Fang Business-t. Most már ezzel se kell foglalkozni. Nem lehet valahogy átváltani citromnál, hogy azt mutassa, hogy mennyi a cash perszek? Nem tudom, át lehet azt valahogy váltani? Nem tudom egyébként. Nem látok ilyet, hogy beállítás. Vehetünk még upgrade-eket, invest, connect. Össze lehet kapcsolni, srácok. Tehát kaphatunk goldot, ha lájkolom őket Facebookon, Twitteren. Meg lehet nézni az oldalukat. Lehet őket követni Instán, az is plusz gold. Ott van valami ID-m. Support kód. Meg híreket lehet elolvasni. Adventúra. 100 trillióért adventure-öket lehet állokkolni. Ugye ezek az újabb mapok, úgymond. 4 map van. Ugye néztük, hogy a Hold, a Mars, meg mit tudom én, van még egy negyedik. És akkor több helyen is nyomhatjuk. Illetve ahogy látom, át lehet váltani a földi dollárokat valami mássá. Mega bakká. A generous pistol. Buldi. Wow. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 14 eurós hozzájárulást a mostani célhoz. Köszi szépen a 400 dollárra, 400 euróra felkerekítést.
Én most elhatozok közben, nem tudom mi ez a game, de hajrá. Köszi szépen, Cornelius. Jó játékot, szia Adam. Mintha át lehetne, de nem tudom, mert én sem hogy. Ez egy fejlesztés lesz majd, ha jól emlékszem, a Kaspersek. Itt vannak ilyen upgrade-ek. De most még csak olyat látok itt, hogy a Funk Shop háromszoros profitot hozzon, meg a pizza futárság is. A következő majd a rák biznisz. Legyen nagyobb, hozzon több profitot. A Funkosat akarom még egy kicsit fejleszteni. Valójában, ahogy látom, ez sem olyan bonyolult, mint egy Idle Miner, bár nem tudom, hogy vágjátok-e azt az Idle Minert, legalábbis jelenleg még nem bonyolult, lehet, hogy majd bonyolultabb lesz. De hogy az Idle Miner az iszonyatosan komplex, már az elején is, mármint, hogy mutatja magát, hogy lehet komplex. Ez meg olyan egyszerűnek tűnik, mint egy cookie clicker. 200-as, vegyünk 200-as citromot? 49 millió. Hát végül is váltunk. Megnézzük, hogy az milyen. Megvesszük a maxot. És akkor igazából már nem lesz messze. Jó, most már csak egyet fogok venni. Megnézzük, mi lesz 200-as citrommal. Hát adjuk a fánkokat, akkor nagyon sok pénz jön. Kétszeres profit van, de igazából nem ír ki semmit. Csak nem vágom, hogy itt miért nem a másodpercenkénti profitot írja ki, ja. Menjen jobban ez a rákász biznisz. Nem tudom, az újságossal. Kocsi mosás is hozzon egy kicsit többet. Már azt nézem, hogy mint hogyha felesleges lenne ezt fejleszteni, vagy én nem tudom, jó lenne tényleg látni a másodpercenkénti profitot, mert a fene se tudja, hogy most melyik az, ami leginkább megéri. Mert ugye ez másfél perc alatt ad 7,4 milliót, az meg egy másodpercenként ad 81 ezret. Szóval a fene se tudja, hogy melyik az, ami igazán megérné nekünk. Tudom, hogy nem azt írja ki, hogy mennyit hoz percenként. Csak jó lenne, hogyha azt írná ki. Ennyit mondtam. És azt mondtátok, hogy elvileg ilyet lehet csinálni. Valahogy. Valami upgrade-del. De én itt ilyen profit növelést, meg ilyen boostereket látok most. Lehet, hogy azt amúgy máshol kell. Nem tudom. Mikor kapom meg az első ruhadarabomat, ami nem ez, szerintetek? Hoki csapat! Lehet ilyen varpolásokat nyomni. És most így kaptam 6 billiót. Hát akkor veszünk egy bankot. Ez azért jó, mert a bank 1 billiót hoz, és most így tudom fejleszteni a bizniszeket, meg tudok venni menedzsert is. Futatja Stephanie Spielberger. Jaj, hát ez majdnem Steven Spielberg, ugye? Mennyibe kerül? 555 millió dollárba, és ő fogja futtatni a movie stúdiónkat.
Na, úgy néz ki, hogy a menedzserek azok offline is begyűjtik a pénzünket, szóval nem is kell online-nak lenni. Azt írja az internet, hogy elvileg akkor vált át, amikor majd olyan upgrade-et kapsz, ami az időt csökkenti, nem a bevételt növeli. Ó, oh. Don Cherry-t megveszük meg, Forrest Trumpot is. Jaj, de jó, itt van a referencia. Ugye mondtam, hogy a Forrest Gump a rákászhajó, és itt van Forrest Trump. Tök jó. A sötét nagyúr fogja a bankokat majd futtatni. Ez tök jó. Mik vannak? Ja, és a bank az... másfél óra múlva fog tejelni, skacok. Úgyhogy igazából már el is értünk oda. A hoki csapat még többet profitáljon, illetve a rákásza is. Elértünk oda, hogy... főleg ezzel a varppal. Ezzel a varppal elértünk oda, hogy adott nekünk 6 billiót. És... hát és most már... a következő upgrade az órákra van tőlünk. Úgyhogy igazából... ennyi volt. Ennyi lett volna, srácok, ez az Adventure Capitalist. gyorsan... kijátszottuk. Ez a warp, ez nagy csalás volt. Legyél a számológépem, George. Jaj, ezt nem akartam még egyszer nyomni. Nem baj, most már, hogyha még egyszer elnyomom, akkor meg tudjuk venni az olajvállalatokat is. Úristen! Úristen, very big 5 gold! Achievement. Csak mondom, kaptál egy achievementet. És az olajbiznisz 10 óra múlva fog 29 billiót tejelni. Nem tudunk valami... de ezt tudjuk. A hoki csapatot tudjuk fejleszteni, a rákászokat is tudjuk, a fánkot is tudjuk, a pizzásokat is tudjuk, az újságosokat is tudjuk. Na, srácok. Kész. És most megvan minden? Most egyébként mi lenne a következő lépés? Esetleg, hogyha most van még Adventure Capitalist szakértő a chaten, akkor elmondhatja, hogy most mit lehet csinálni? Tehát, hogyha akarok valamit csinálni, mert látszólag mindenünk megvan. Mindenből 25. Aztán mindenből 100. Aztán utána meg mindenből 200. És mikor lesz ennek vége? Megveszünk minden upgrade-et. Megveszünk minden upgrade-et. És tehát akkor ezek szerint azt mondjátok, hogy megvan az összes épületem. És most már csak annyi fejlődik, hogy upgrade-eket veszünk, meg több darabot bizonyos típusú épületből. Ugye? És 100 trilliónál belekezdhetek, tudom, pont nem látjátok, de 100 trilliónál belekezdhetek a holdas kalandba, illetve, hogyha átváltom a pénzemet, a földi dollárt, meg a bakká, akkor belekezdhetek a marsi kalandokba, és nem is tudom, hogy hol néztük. Igen, aztán igen, van, tehát van event is, és hát akkor megvan minden típusú épületem jelenleg. Menedzserek, upgrade-ek és újabb területek. Nincs vége, a játék automatikusan generál új upgrade-eket. Tehát akkor itt nincs olyan, hogy letekerek a legaljára és akkor vége van? Ötszáz Queen Guagintillion. Ennek nincs vége, azt mondjátok? Csak van valahol vége. November Septa Quintillion, aha. Treoctogintillion. Na, vége van. Na, srácok, vége van. Tehát a legvégén van a Quinnona Gintillion. Live Rich és End Profit.
Na, van vége, mégiscsak van vége. Tehát akkor egyszer van vége, és akkor utána, ha vége van, vagy hogyha megmondja valaki, hogy a végéig elmenjen, akkor előről tud kezdeni. És akkor ők majd növelik a bónuszt az eladásoknál. Utána reszedelgeted, és aranyért veszel durva upgrade-eket, mert anélkül el se tudnád érni a legalsó upgrade-eket. Aha. Ja, persze, tudom, hogy nincs valósége, tehát amikor valaki reszedel, akkor ez egy döntés, nem pedig egy, mit tudom én, elér valami szintet. Aha. Tudom, nekem valami 2-300 trillión angyalom volt, amikor újraindítottam, vagy még több. Igen, és akkor még lehet más bolygókra is átmenni. De azért legalább az alapjait meg tudtam mutatni, srácok, a játéknak. Hogy így mik vannak. Tök szuper. Jó, hát akkor ez lett volna, srácok, az Adventure Capitalist. Hát nem döntés, mert reset nélkül nem tudsz tovább. Jó, de nincs egy olyan pont, hogy akkor na most érdemes, hogyha csak nem nézel guide-ot, hogy most érdemes resetelned. Azt neked kell eldönteni, hogy mikor akarsz. Vagy nézel valami guide-ot. Ennyi. Legalábbis gondolom én. Amikor az Idle Champion-t adta az Epic, akkor már tesztelted az Epic-es játék? Nem tudom. Nem tudom, hogy megvan-e Vertigia. De hogyha megvan, majd azt is megnézzük. Most így az a célom, srácok, hogy megnézegessük, hogy milyen Idle játékok vannak. Mert tudtam, hogy van például ez az Adventure Capitalist, de még így sosem néztem rá, hogy pontosan mit lát. Főleg így a Cookie Clicker után megjött a kedvem hozzá, hogy ezeket megnézzük. Úgyhogy hát srácok, ez lett volna az Adventure Capitalist. És hát nem tudom még mi lesz a következő, de nézzünk még. A Modest Fellowship expands. Praise the sun. Nézzünk még ilyen Idle játékot. Mit szóltak? Remélhetőleg a következő ilyen Idle játéknak is valami hasonlóan frankó muzsikája lesz.